ismét egy fájdalmas vereségen vagyunk túl. Ismét 3-2-re kaptunk ki. Ez azt gondolom, hogy mindent elmond arról, hogy a védekezésen milyen bajaink vannak. Buta, felelőtlen hibákból kapunk gólokat, amiket nagyon nehéz kompenzálni. Tehát 2 meccsen szereztünk 4 gólt, és 0 pontot kaptunk érte. Ezt gondolom, hogy ennyi lőtt góllal többet kell elérni. De amíg ilyen hibákat csinálunk, még egyszer mondom, hogy inkább nálam felelőtlenség, mint egyéni képességbeli probléma, addig nagyon nehéz lesz megúszni ezeket a helyzeteket, mert tulajdonképpen táncál kínálod az ellenfélnek. A mérkőzés egyébként rendkívül fordulatos volt, hiszen 2 vezetett az ellenfél, az azt mondom, hogy nagyon pozitív, hogy mind a 2 vissza tudtunk jönni. Úgy nézett ki, hogy akár van esélyünk a győzelemre is, hiszen az ellenfél 10 maradt, majd egy bedobásból gólt szerez a vendégcsapat. Ezek, mondom még egyszer, ezen a szinten ezek elfogadhatatlan hibák, és ezeket így nagyon-nagyon megbüntetik. Így nem marad megint más hátra, mint gratulálni az ellenfélnek. Azt gondolom, hogy ebben a mérkőzésben sok minden benne volt a helyzetek alapján. Akár lehetett volna fordítva is, de még egyszer mondom, amíg így védekezünk, vagy úgy így képzeljük el ott a kapunk előtti dolgokat, a saját kapunk előtti dolgokat, addig nehéz dolgunk lesz a folytatásban. Bereczkett Rámzati Sport, te is említetted a kiállításra, különösen bosszant, hogy gyakorlatilag kvázi meccsabda volt, hogy az amúgy is fölényben, tehát úgy tűnt, hogy meg lehet 11 ember ellen is a győztes volt, és még jött egy felelőtlenség ugye a Varga részéről, aztán hamar jött a hiba, amiből a gólt kapta a csapat. Valóban ott úgy nézett ki, hogy mi kezdtünk el irányítani, voltak helyzeteink, sikerült egyenlíteni, tehát úgy nézett ki, hogy megvan az esély arra, hogy megszerezzük akár a győzelmet is. Még egyszer mondom, egy bedobásból, ahol felállsz, megvan a létszám, abból ki tud jönni az ellenfél, a másik oldalon is meg vagy létszámba, csak nem futunk vissza a felfutó hátvéddel, ahogy nehéz megúszni ott, úgy csak arra kell spekulálni, hogy hát, ha nem találja el ilyen jól. Sajnos most nagyon eltaláltam. Én nagyon nehéz, mert csak következik a egyik legjobb formájú csapatot, de hát ott nem lesz teher a csapaton. Szerintem most már nagy teher van a csapaton, hiszen elég veszélyes zónában vagyunk. Minden mérkőzés nagyon fontos, tehát ez bárki ellen játszik a csapat. Valóban egy olyan ellenfélhez megyünk, aki azt gondolom, hogy kiemelkedik a mezőnyből a játékos állománya alapján, de a futballban bármi megtörténhet, nem feltartott kézzel kell oda menni, de ha ilyen hibákat követünk el, mint az elmúlt 2 mérkőzésen, akkor ott nem sok esélyünk van. Elég sok a hiba és az eladott labda a játékunkban. Néhány játékosnál jól látom, hogy mentális problémák láthatók. Mit értesz mentális probléma? Hát, mintha fejben nem lennének ott a pályán. Ez a hibák, nem tudom. Hát, inkább koncentrációnak mondom, vagy hát lehet az is mondani mentális problémának. Tehát igen, valóban a koncentrációval, a fegyelmezettséggel azzal problémáink vannak. Néha kicsit egyszerűbben lehetne játszani, néha túl bonyolítjuk a játékot, de még egyszer mondom, vissza kell nézni ezeket a 6 kapott gólt. Ezen a szinten ilyen gólokat ezt kapni, ez nagyon fájdalmas, és azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Edzéseken ezekre felhívjuk a figyelmet, gyakoroljuk a játékosoknak egyénileg, nekik is ebbe fejlődniük kell. Ez egy közös munka, ezen kell dolgozni. Azt gondolom, hogy természetesen, ahogy jönnek a mérkőzések és kapod a pofonokat, ez nem egyszerű ez a dolog, ez a folyamat, de az mindenképp fontos, hogy próbáljunk ebbe előrelépni, mert ha ebbe nem tudunk előrelépni, akkor nagy bajok lesznek.
Szóval most már nyilván szurkolók is azt várnák el, mert ha láttad, itt azért volt türelem a nyíregyházi meccs után, tehát ők megadták a csapatnak ezt az esélyt. Te látod azt a csapatban, vagy egyszer, vagy olyan szerkezeti változásokat, vagy potenciálisan, hogy ezen változtatni tudunk ezen a koncentrációt, tehát van ötleted arra, mert ugye most kihagytad Ferencit a kezdőcsapatból, mert ugye voltak gondok az előző meccsen azon az oldalon, de van még ilyesmi a tarsajodban, tehát látsz még olyat, hogy jobb lehet a védekezésünk. Nem csak a HP-csorra van, bár én úgy érzem, a középpályai védekezésünkkel is gondok vannak. Ezen a téren látsz-e valami kiutat? Gondolkozni kell rajta. Természetesen vannak ötletek, de még egyszer mondom, tehát olyan szituációkban hibázunk, amire föl is van készülve a játékos, meg azt gondolom, hogy a futballnak a legkönnyebb elemei azok. Tehát az, hogy a saját 16-osodnál ne próbálja meg rövid passzal kihozni, hanem keresd a mélységi átadást. Ebből kaptunk két gólt mondjuk a mai napon, vagy egyszerűen fussál vissza, amikor a bedobásnál fegyelmezetten állj oda az ember mellé, ne engedd őket kijönni létszám hátrányos szituációból. Ha meg ki tudnak jönni, akkor a másik oldalon figyelni arra, hogy a védekezést azt oldjuk meg. Tehát ezek olyan alapdolgok, amik cserégethetjük itt az embereket, de most megint látjuk, hogy más is dobja ezt a hibát. Tehát ez azt gondolom, hogy ezt egyénileg kell. Ezek a játékosok képesek többre, tehát azt már bebizonyították korábban is, úgyhogy mindenképp velük kell megoldani ezt a problémát télig. Tehát itt abba kell gondolkodni, hogy tudjuk őket fejleszteni, vagy csapatszinten jobban kisegíteni egymást. De azért vannak szituációk, ahol már nem tudod kisegíteni egymást, tehát azért ezekre nehéz fölkészülni, amikor ilyen hibákat dobunk. Azért van elképzelésed, esetekkel változtatni kell? Van, ötlet az van. Meglátjuk, hogy sikeres lesz.